A gyáli Bartók Béla általános iskolában két első osztály indítását tervezik, de az iskola nyitogató program nagy sikere arra utal, hogy három első osztályban kezdhetik meg a kisiskolások a tanulást. Akik évközben szeretnének csatlakozni az iskolába, arra is van lehetőség. Az iskola intogató program sorozatunk az már nekünk decemberben elindul, december 6-ától, és egészen áprilisig a beiratkozásig tart, és ez egy legalább öt alkalmas program sorozat, ez már több éve működik, és igazából már így decemberben elhívjuk az elsősöket egy közös játékra, és januárban már, amikor jönnek a szülők a gyerekekkel megismerni az iskolát, illetve a kollégákat, a tanítónéniket, akkor már látjuk, hogy nagyjából mekkora létszámra számíthatunk, és azt láttuk januárban, amikor megvolt ez a második Iskolányitogatós alkalom, hogy hatalmas az érdeklődés iskolán kiránt, és két-nyolcadikas végzős osztály fog most elmenni a nyáron iskolánkból. Három elsős osztályt valószínű, hogy kell indítanunk, mert. Akkor az érdeklődés, és olyan tömegesen jönnek a gyerekek, hogy két osztályban valószínű, hogy nem fognak beférni, mert az volt a tervünk, hogy két osztályt szeretnénk indítani, ugyanis a harmadik tanító elmegy nyugdíjba, és ez így biztosabb lenne akkor a két osztály, de a három első osztály várható lesz a hatalmas létszám miatt. És ugye nem csak körzeten belüli gyerekek jönnek körzeten kívüliek, és nem csak gyáról, hanem a környező településekről is érkeznek hozzánk érdeklődők és vannak is különböző településekről gyermekeink. Mi lehet a bartoknak a húzó ereje? Hát mindenféleképpen egy családias légkörben dolgozunk együttműködően. Nagyon sok segítő kollega van, aki segíti az iskolai munkát. A szakmai együttműködés a pedagógusokon és a pedagógusokkal és a kollégákkal nagyon jól működik, valamint erősek vagyunk az infótagozatban. Annak idején a robotika az nálunk került gyáron bevezetésre, és az infótagozatot azt nagyon kedvelik a szülők és a gyerekek is. Tehát azt mindenféleképpen egy húzóerőnek mondanám. Említette, hogy nyugdíjba vonul az egyik tanítónéni, kit várnak a helyére? Igen, hát mint általában minden iskola mostanában tanítónénit keresünk, keres, és így a, így a nyugdíjba vonuló kolléganő helyére is keresnénk egy tanítót az ősszel induló első osztály mellé. Hol tudnak érdeklődni, esetleg szeretnének jelentkezni? Az iskolát lehet hívni mindenféleképpen, illetve az iskola e-mail címén és egyéb elérhetőség a hollapon is megtalálható. Említette, hogy áprilisban lesz majd a beiratkozás. Mikor áll össze a végleges létszám, hogy az iskolában hányan fognak tudni majd ide járni elsősök közé? Amint említettem, már ugye december óta havi alkalommal a szülők és a gyerekek eljönnek hozzánk az iskolába, hogy ismerkedjenek velünk, és... Áprilisban megtörténik a beiratkozás, akkor már azért egy véglegesnek mondható létszámot látunk, de ez nyáron változhat, tehát azért augusztusban már a biztos létszámokkal dolgozunk. Mi történik akkor, hogyha évközben a szülő szeretné mégis ide beíratni a gyermekét, van -e erre esetleg lehetőség mód? Igen, mindenféleképpen, és működik is. Tehát van az úgy, hogy ahová először beiratták a kisgyermeket, akkor inkább meggondolták magukat menet közben, vagy költözés van, vagy bármi olyan körülmény közben jöhet, hogy ez megváltozik, és iskolát kell váltani. Eljönnek hozzánk a szülők a gyerekekkel, esetleg megmutatják, hogy a tanulmányi eredmény az milyen, és hogyha van arra lehetőség, hogy az osztályba befér a, a létszám szempontjából, akkor minden további nélkül felszoktuk venni a gyerekeket.